És ez alatt, az amnézia alatt minden nap elmondták nekem, hogy miért vegyem be a gyógyszereket, hogy nekem tüdőrákom van. És én másnap nem tudtam, hogy nekem tüdőrákom van. Mikor kezdtem magamhoz térni, és felfogtam, hogy miről van szó, akkor olyan két hétig csendben elbújva sirattam magam, de nem megnyilvánulva a család előtt, és kétségbe ejtve őket ezzel. Aztán született egy gondolat bennem, hogy tulajdonképpen betegség érzetem nincs. Kezelnek. Ki tudja, hogy 3 hónapon van hátra, vagy 3 éven. Erre vonatkozóan senki semmit nem mondott. Az egész egészségügyel az a bajom, hogy úgy kezelik a dolgaimat, meg minden beteget, minden információt úgy kell kihúzni belőlük. Nincs idejük elmondani az embernek azt, hogy mire számíthat, milyen mellékhatások vannak. Megmondom őszintén, volt olyan, hogy mentem az utcán, és a székletet nem tudtam visszatartani. Megint bejönök, még mindig nem jó a műszer. Jöjjek 3 hét múlva. Visszamentem a házi orvoshoz, és kértem, hogy most már csináljunk valamit. Rohamosan vesztem a súlyomat. Valami 6-7 kilót egy hónap alatt lementem. Mondom, hogy itt valami baj van. Hát mi lehet? A házi orvos így. Mondtam neki, hogy értse meg, hogy amit mondtam 2 hónappal ezelőtt, most is azt mondom. Mondom, csak ez lehet. Gondolja. Mondom, tudja mit? Vagy elmegyek máshová, vagy pedig akkor mi lesz a vége? Fakabát. Hát azt mondja, nem, akkor csináljunk valamit. Van olyan sokszor, hogy szólnunk kell az orvosnak, hogy jó lenne beteggel beszélni. Ugyanis nem érti, hogy most mi fog következni. Ugyanis az orvosok egy része nem érzékeli és nem érzi olyan problémának, ezért szükséges az, hogy mi ápolók egy kicsit irányítsuk ezt. Mi nagyon sokszor mondtuk az orvosoknak, hogy menjenek be a beteghez, beszéljenek velük. Mert ugye bennünket kérdeznek bizonyos dolgokról. Csak az volt a baj, hogy a hozzátartozó csak délután tud jönni. Délután pedig már nincs orvos. Anyu mindenkit tájékoztatott arról, szóval ez nem egy ilyen titok volt. Semmilyen része nem volt titok, azt hiszem, de az konkrétan, hogy ő most fél vagy nem, azt nem tudtuk. Egyszer mondtam a fiamnak, hogy milyen kicsi a Rozi még ehhez az egészhez. És akkor jöttem rá, hogy milyen bunkó vagyok. Mert azt mondta, hogy ehhez nem lehet elég nagy az ember. És akkor jöttem rá, hogy soha nem. Munkahelyemen is elmondtam, a főnökömmel is megbeszéltem. Nem csináltam belőle titkot.